Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Kedves, szeretett testvérek, a dévai gyerekek mondták, hogy hát mi nem rendezünk ünnepet a gyerekek számára, minden búcsú a felnőtteknek van. És aztán úgy döntöttünk, hogy június 1-én gyereknapon gyerekbúcsút tartunk Déván. És elkezdtünk előtte egy kilencedet. Ugye búcsúra fel kell készülni. Jelszónk az, hogy mi öltöztetjük Jézust a mi ruháinkba, és Jézus is öltöztessen bennünket az ő szép erényeiben. Minden héten más gyerekek, más család készít ruhát Jézuskának, és minden héten valami más erényt próbálunk ellesni, eltanulni Jézustól. Nézzünk magunkba most a Szentmise elején, és gondolkozzunk el azon, vajon, ugyebár Isten képére, hasonlatosságára születtünk, vajon Isten szép erényei ott ragyognak-e a mi arcunkon? Bízalom, béketűrés, a vallásosság szép erénye, az engedelmesség. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, és szentmisénket ajánljuk föl András és József testvéreink lelküdvéért. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor a szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szeretettel arra kérünk, szólalj meg, Szentírás által nevelj, taníts, de aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor a kis-ázsiai zsidók észrevették Pál apostolt a jeruzsálemi templomban, annyira felizgatták ellene a népet, hogy csak a Jeruzsálemben állomásozó római őrség ezredese mentette meg a haláltól. Letartóztatta ugyanis, és kettős börtönbe vetette. Másnap azután az ezredes szerette volna pontosabban megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Ezért levétette Pál bilincseit, összehívatta a főpapokat és az egész főtanácsot, azután elővezetette Pált és eléjük állítottam. Mivel pedig Pál jól tudtam, hogy a tanács tagjainak egyik része
a szadduceusok, másik része viszont a farizeusok közül való, ezért így kiáltott fel a főtanács előtt. Férfiak, testvérek, én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásába vetett hitem miatt állok a bíróság előtt. Alig, hogy elhangzottak szavaim, vita támadt a farizeusok és a szadduceusok között. A főtanács két táborra szakadt. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs se feltámadás, se angyal, se lélek, a farizeusok viszont mindezt vallják. Ezért nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudom, és hevesen tiltakozott. Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hát, ha valami szellem vagy egy angyal szólt hozzám. A vita úgy elfajult, hogy az ezredes már attól félt, hogy Pált széttépik. Ezért katonaságot hívott, hogy kiragadja őt közülük, és fölvezesse a várban. A következő éjszaka az Úr megjelent Pálnak, és így szólt. Légy álhatatos, mert ahogy Jeruzsálemben tanúságot tettél rólam, úgy kell tanúságot tenned Rómában is. Ez az Isten igéje.
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus az égre emelte a szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, nem csak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik szavunkra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindannyian, amint te, Atyám, bennem vagy, s én te benned, úgy legyenek ők is mi bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk, én ő bennük, te én bennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igaz, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismertelek, és ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertetem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is ő bennük legyek. Ezek az evangélium igéim. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves szeretett testvérek, ugye gyerekeinknek, fiataljainknak mindig azt mondjuk, hogy hát nem akarsz felnőni, megkomolyodni, hát szedd össze magadot, hogy viselkedsz, mint egy gyermek. Igen, mi azt szeretnénk a gyerekektől és a fiataloktól, hogy legyenek komoly felnőttek. Pedig ha körülnézünk a világba, szerintem túl sok megkomolyodott öreg ember van. Úgy tűnik, hogy mi Urunk Jézus Krisztus is sokalt azt a sok felnőtt, komoly embert, mert azt mondotta, hogy egy fiatal gyermeket elé állított a tanítványai elé, és azt mondta, fiúk, hát ha nem lesztek olyanok, mint ez a gyerek, hát sajnálom, de nem fogtok bejutni a mennyek országába. Igen, Jézus azt szeretné, hogy gyerekek legyünk. És ezért gondoltam azt, hogy ezt a kilenced során egy kicsit gyermek Jézust állítsuk kör közepére, tőle próbálunk tanulni. Mert igaz, hogy itt is a szűzanya karján ott van a kis Jézus, meg karácsonykor is ünnepeljük a kis Jézus, de igazából egyetlen ünnep nincs a gyermek Jézus tiszteletére. Az 5-6 éves gyerek, aki odáll az anyukája elé, és azt mondja, anyu, kiengedsz focizni a gyerekekkel? Igen. Mielőtt a nagyisten emberé lett volna, azelőtt gyermeké lett. Vajon mik azok a gyermeki tulajdonságok, amik nélkül nehéz bejutni, benőni a mennyek országába? Több témát is megemlítettünk, ugye az elmúlt hetekben beszéltünk a bízalomról, az engedelmességről, beszéltünk a béketűrésről, Jézus nem borul ki karácsony estén, alig várja, hogy megszülessen, és mindenki visszautasítja, senki nem kell belőle. És milyen szép, hogy Jézus nem szalad haza a mennyei atyához, panaszkodni, hogy na mennyei atyám, hát képzeld el, ott vagyok, már meg kéne szülessem, hát Józsefet senki nem fogadja be. Ott szegény szűzanyával, csacsi által döcsögünk, aztán végül egy istálóba valahogy megszületek, hát nem a mafla Herodes küldi a katonáit, hát kiborultam, hát nincs egy kis diazepá, hogy ezt én nem bírom idegekkel, nem? Milyen szép, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus nem ilyen gyenge idegzetű.
belefér, menekülni kell Egyiptomba, sajnos menjünk akkor, nincs semmi gond. Hát így sok szép tulajdonságáról beszéltünk Jézusról, most a mai nap a növekedésről beszélnénk. Ugye azt írja a Szentírás, hogy 12 éves Jézus hazamegy szüleivel, szót fogad, és növekedett kedvességbe és bölcsességbe. Tehát én ezt az egy szót szeretném majd kicsit körüljár, növekedett. Látjuk, a kis Jézus piciként kezdte, fizikailag is növekedett, táplálkozott, szépen növekedett. Bízott az anyukájával, ő nem hozott valami mennyei mannát, hogyha majd a szűzanya oda kozmálja a tejbekását, akkor most mit eszek? Anyu ügyes, Mária nagyszerű, éhes leszek, ennem ad nekem. És tényleg fizikailag is növekszik Krisztus. De amúgy is növekedett emberségében, feladatához. Többször is mondja, hogy még nem érkezett el az ő ideje. Ennek vagy annak még nem ért meg oda, nem nőtt fel oda. Nyilvános működése előtt is ugye visszavonul a hegyre, 40 napig a pusztába, és készül a feladatára. Felnő oda, hogy azt meg tudja tenni. Az apostolai kiválasztása előtt is, készül, egész éjszakán imádkozik, gondolkodik, felnő oda, hogy döntsön. Szép. Bárhol nézzük az ő életét, azt látjuk, hogy ő maga is azt mondja, hogy majd, ha felemelnek a keresztre, akkor majd mindenkit magamhoz vonzok. Tehát azt jelenti Jézus, hogy tudja, hogy még nem váltotta meg a világot, idő kell ahhoz. Az apostolainak azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a mennyei atyám. Ez nagyon-nagyon fontos, mert ugye a legtöbb ember úgy gondolkozik, hogy ilyen vagyok én, ilyen a világ, ilyenek a románok, ilyenek a cigány emberek, ilyenek a reformátusok, mindig is ilyenek voltak, ilyen is maradt, s kész. Egy ilyen statikus világkép. Nem nézi saját magából se ki azt, hogy itt voltam, de nekiállok, s tovább fejlődök. Azt gondolom, egyik legnagyobb eretnegsége egy mai embernek az, hogy ezt a növekedést, ezt a kibontakozást kvázi visszautasítsa. Jézus Krisztus élete nem volt megváltás, idő teljességében Isten gyermeké lesz, és lassan felnő, hogy válaszokat adjon, tanítson, gyógyítson, elindítja a világ megváltásának a nagy művét, és elindul. A jó szellem, a szeretet szelleme kiszabadul a palaszból, és előre csak az apostolait, aztán mind több és több embert jár át. Hiszek én abba, hogy magamat formálni tudom. Ugye a gyermek, az kíváncsi. Az tudja azt, hogy jó lenne megtanulni biciklizni, meg görkorcsolyázni, meg úszni, meg csomó mindent, ő állandóan tanulni akar. Tudja jól azt, hogy ő ezt nem tudja, de nekiállok, és megtanulom. Ezért olvas. Ezért olyan kíváncsi a gyerek, kihúz minden fiókot, mert tanulni akar, vajon mi van benne. Kinyit minden könyvet, mert a gyerek ösztönösen érzi, hogy van tovább, hogy tovább kell lépni. Ez a kíváncsiság, éjség, ami űzi őt. Ezért barangolják be a gyerekek ház környékét, aztán mind távolabb és távolabb, kalandoznak el, hogy felfedezzék a környezetet, hogy becserkészszék. Vajon mi van amögött?
gyerekkoromban is emlékszem, valahol döngött a föld, hát ott a muszáj volt, nekünk ássunk, mert hát a kincs van alatta. Kíváncsiság. Ez a gyermeki tiszta kíváncsiság, ez a továbblépési vágy, ez a csúcsokat megmászni akaró szenvedély, vajon bennem van-e? Felnőtt emberből ezek úgy kiszoktak alunni. Jól valahogy van, ez van, minek változtatnánk meg a világot, magamot, meg egyáltalán, meg mindent. Hiszem-e azt, hogy igenis, saját magamot megváltoztathatom? Ugye, hisszük azt, hogy a tetteink, szavaink, cselekedeteink visszahatnak ránk. Holnap azzá válok, amit ma teszek, mondok és gondolok. Tudatosan próbálom-e magamat építeni? Vállalok-e feladatokat? Nekem akkora élmény, hogy árva gyerekeket nevelek, és hozzánk kerülnek ilyen-olyan kis gyerkőcök. Úgy sose felejtem el, volt egy kis fiúcska, elmentünk utána. Az anyukája egy utcanő volt, nagyon-nagyon szegény asszony, 16 éves, ott hagyta a nagymamánál. A nagymama beteg volt, egyszerű cigányasszony. Kérte, hogy fogadjuk be. Elmentem, és ott volt egy olyan pár hetes baba, egy szőnyegbe becsavarva. Kibontották, hát hogy február volt, szegényke kék volt a hidegtől, de tetőtől talpig, hát hogy mondjam, kakás. Néztem a gyereket, úgy ölbe kellett volna venni, és azon gondolkoztam, hogy meg is kérdeztem a kolléganőtől, én azt hiszem Zsóka nevelőnőnek itt volt, ő volt ott, hogy mit tudnék megfogni ezen a gyereken, hogy ne legyen kakás a kezem. A nevelőnő azt mondta, fogjam a fülit. Persze nem a gyereknek a fülit fogtam, de hogy szinte most is érzem annak a gyereknek azt a pihe, puha kis testét, ahogy ott vibrál a tenyerembe. Felemeltem, megnéztem, és aztán félve, mert attól féltem, hogy nem, nehogy meghaljon, elvittem dévára, orvoshoz vitték, kezelték, minden, azt elteltek az évek, és nem is olyan rég, miséztem déván, és mind itt is ez a fiatal lányzó, hogy kiállt és elolvasta szépen Isten igéjét, ez a negyedikes nagyfiú is kiállt, és elolvasta Isten igéjét. Ültem a papi székbe, és potyogtak a könnyeim. Olyan jó volt látni azt, hogy hát az a kis törékeny, senki gyereke milyen szépen megnőtt. Kihúzza magát, és Isten igéjét elolvassa a híveinknek. Igen, hiszek-e abba, hogy lehet, formálhatom önmagamat és környezetemet? Vagy olyan jó volt most Csíksomjon a Szent István ház előtt megállni. Ez valamikor, nem is olyan régen, egy állami árvaház volt. Aztán az árvaház megszűnt, ott maradt, visszaadták az épületet a jogos tulajdonosainak, de jó pár évig üresen állt. Hát el lehet képzelni, hogy néz ki egy olyan épület üresen. Most is előttem van az a, valamikor január tájékán adták ide az épületet nekünk. Nem kellett kulcsot adni, mert kulcs az nem volt. Bementünk. És hát minden nagy kasszárnya, hatalmas, lepukkant épület. És milyen szép, hogy most rendben van, hogy 100 gyerek játszik, kacag, tanul, hogy élet van benne. Hiszek-e a növekedésbe? Elmerek-e ültetni egy facsemetét, tudva azt, hogy abból nagy fa lesz? Autóbuszon, utaztam a mikrobusszal, és egy kedves néni stoppolt. Felvettem. És egy kis zsákocska volt nála, elkezdtünk beszélgetni.
És elmondta, hogy menjen Sepsszentgyörgyre a piacra. Dióbelet visz. És a néni olyan közvetlen volt, és azt is elmesélte, hogy gyerekkorában az ő nagytatája kivitte őket a kert végébe, ahol egy kis patak folyt el, és ültettek 10 diófát. Azt mondja, nyaranként öntözték, ott volt a patak, szépen növekedtek a fák, ő közben elment egyetemre, férhez ment, az élet elsodorta a szülőfalujából, és aztán, mikor nyugdíjba került, hazajött a szülőfalujába. Rendbeszedte a házat, és örömmel látta, hogy a 10 fából 9 még mindig megvan, sőt, hatalmas koronájú, nagy fák lettek. És azt mondja, atya, ha hiszi, ha nem, én minden ősszel összeszedem a diót, télen megtörögetem, ilyen fél kilós kiszerelésbe, nájlonzacskóba rakom, és elviszem be Sepsszentgyörgyre a piacra. Azt mondja, még sose álltam ott egy óránál tovább, az emberek megveszik, elviszik, és én ebből az így keresett pénzből kiteleltem. Ebből a dióbél árából vettük a tűzifát, sőt az idén még egy kis disznyócskát is sikerült vásárolni belőle. Testvéreim, merek-e elültetni egy diófát? Merek-e ültetni egy almafát, rózsatövet házam elé? Hiszem-e azt, hogy az meg fog nőni? Gyerekek, szüleivel sokat veszekedek, mert ugye azt látom, hogy nagyon sokan szivaraznak, meg minden. Aztán múltkor az egyik ilyen anyukával, hát nem csak veszekedtem, hanem megnéztem a csomagárát, a szivarárát, amit szívott, 13 lej volt. Kimentünk a legközelebbi üzletig, és a kolléganőim vásároltak 13 lejre élelmet. Egy veknit, egy üveg tejet, egy húskonzervet, egy kerek sajtot, és ez mind-mind belefért egy csomag szivar árába. Azt gondolom, annyi ételt adtak arra a csomag szivar árára, amit én nem vagyok biztos, hogy egy nap meg tudnék enni. Igen, testvéreim, hiszek-e a növekedésbe? Merek-e odaadni csomag szivar árát 3-4 tégláért? És elkezdem-e gyűjteni kis otthonomra az építő anyagot? Hiszem-e azt, hogy igen, 3-4 ezer szóból, hát már lehet beszélni angolul, németül. Neki merek-e állni minden nap annak az 5-10 szónak, hogy a franc egye meg. 365 nap van egy évben. Na minden nap csak 10 szavat tanulok meg. Évvégére megtanultam egy nyelvet. Merek-e nekiállni, álmokat szőni, terveket kovácsolni, és becsületes munkával azt megvalósítani. Ezen a földön egyedül Isten irgalma végtelen, minden más véges. Egy nyelvet megtanulni, sofőriskolát megszerezni, házat építeni, telket vásárol, ezek mind véges dolgok. Ha nekimegyünk hittel, bizalommal, meg lehet azt oldani. Jézus Krisztus még abba is hitt, ez a világ elég nagy. Lehet, hogy kell 1000 év, lehet, hogy 2000 év kell, vagy 3000 év kell, de az emberiség csak meg fogja tanulni azt, hogy sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, mint háborúskodni és ellenségeskedni. És éppen ezért karácsony estén, mint egy kisbaba mert közénk jönni, mert tudta, hogy úgyis győzedelmeskedni fog. Mert előbb-utóbb csak egy pár embernek tanítom meg a szeretet parancsát, azok is egy párnak. Előbb-utóbb az emberiség megérti azt, hogy sokkal, de sokkal jobb békébe, szeretetbe élni, mint háborúskodni. Igen, testvéreim, milyen jó lenne, ha felragyogna ez a növekedés, ez a
ötről a hatra, hatról a hétre, a tovább lépés, gyermeki szép erénye az én arcomon. Ha hinnék a változásba, hinnék abba, hogy jövőben nagyobb leszek, erősebb leszek, gazdagabb leszek. Adná az Isten, hogy ez a szép gyermeki vonás ott ragyogjon mindannyiunk arcán. Amen. Hiszek egy Istenbe, testvéreim, bizalommal csendesedjünk el, és fogalmazzuk meg kéréseinket mennyi atyánk felé. Urunk Istenünk, imádkozunk Ferenc pápánkért, György József püspökeinkért, áld meg őket erővel, egészséggel, bátorsággal, hogy vezetni tudjanak az örök élet útján. Urunk Istenünk, Csíksomlyó búcsúra készül. Nagyon sok zarándok már elindult. Az úton lévő zarándokokért imádkozunk. Őrizd meg őket minden bajtól, add, hogy szerencsésen célba érjenek. Urunk Istenünk, szombati napon itt nagyon sokan itt lesznek. Érsekek, püspökök, magyar ország elnöke is feleségével. Őrizd meg népünket mindenféle provokációtól, bűnös dologtól, add, hogy ez a szép búcsús ünnep szeretetbe, békében szépen lezajlodjon. Urunk Istenünk, most olyan szép idő van, arra kérünk, hogy ezt az időt őrizd meg nekünk, szombatra, vasárnapra, de ha eső lesz, ahhoz adjál türelmet, hogy el tudjuk azt is viselni. És végezetül arra kérlek, Urunk, hogy hinni tudjunk a növekedésbe, merjük elültetni a magunk fáit, merjük vállalni a gyermekeinket, merjünk álmokat, terveket szőni, és az becsületes, kitartó munkával valóra váltani. És végezetül András és József testvérünk lelküdvéért imádkozunk, számukra örök nyugodalmat kérünk, tőled kijössz és uralkodol mindörökkön örökké.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadjál az Úr kezedből az áldozatot, nem ének is érekére és csőség lélek, mindannyiunk és az egész anyag szent egyház javára. Urunk Istenünk, kicsik és gyengék vagyunk, ezért arra kérünk, jöjj közénk a kenyér és bor színében. Segíts, hogy növekedni tudjunk, fel tudjunk nőni hozzád, ki jössz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Ő föltámadás után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy Isten életét éljük, életét megossza velünk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újong, a mennyi erők és hatalmas angyalok, a te dicsőséget himnuszát zengik, és végig nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme ittünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem érsz. Ezért fiat halálának föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvereinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva
távoztak el a világból. Bocsáss őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindjájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiod által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Testvéreim, hogy álmaink, céljaink legyenek, és fel tudjunk nőni céljainkhoz, terveinkhez, ezért Jézus Krisztus szavaival így imádkozunk. Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus, szeretettel jöttünk el ebbe a szép bazilikába, és arra kérünk, ne hibáinkat, gyarlóságainkat nézzed, hanem jó szándékunkat. Őrizd meg bennünket erőben, egészségben, békességben. Te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymás a béke jeleivel. Legyen békesség köztünk mindenkor. És a telek. Ima az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy mellékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelket.
Istenünk, magunkhoz vett szentségek neveljenek minket, és újítsanak meg erejükkel, hogy megnyerjük örök ajándékaidat Krisztus mi Urunk által. Amen. És jönnének a hirdetések. Képzeljétek el, hogy Amerikában, Kaliforniában, San Francisco mellett van egy Szent Isváron elnevezett bencés kolostor, és mellette egy Szent Isváron elnevezett hatalmas iskola. És képzeljétek el, hogy ennek a kolostornak a perjele sokáig a kedves atya volt, és most eljött egy évre, hogy Magyarországon a magyar nyelvet kicsit begyakorolja, mert ő New Yorkba született. És úgy gondolta, hogy ha valaki Szent Istvánról elnevezett kolostornak az előjárója, hát illik jól tudjon magyarul, de milyen szépen olvasta a Szentmisét, úgyhogy nagy-nagy szeretettel köszöntsük Erdélyföldjén, Csíksomjón, és érezze jól magát. Szívesen. És Gábor atyát is muszáj bemutassam, ő Budapest mellől Gyál helységből jött lelki gyermekeivel, és hát a nagy diákjainknak fog majd túlfelől a Szent István háznál egy hittanórát tartani. Úgyhogy ha valaki kedvet érez, meglátogassa a Szent István házat, a nagy diákok itten Csőstől itt vannak sokan, majd meg fogják mutatni, hol van ez a, hát a csűrtemplomunk. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, sok kegyelemteljes percet kívánok, ne felejtsék el, hogy a somjai búcsú, attól igazán búcsú, az ember lerakja bűneit, terheit, a tiszta lélekkel, Szent Jónással indul haza. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise. A Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja! Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, szent kegyelmeddel váltsd meg ezt a világot, te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.